A Wakelet egy olyan alkalmazás, amelyel össze lehet gyűjteni, össze lehet szervezni különböző tartalmakat, linkeket, sokféle tartalmat, videót, képet, weboldalakat, és ezeket könnyen, gyorsan meg lehet osztani, és publikálni lehet a célcsoportunk számára. Mindezt ingyen, egyszerűen és meglehetősen gyorsan. Ahhoz, hogy a Wakeletet használatba vehessük, akkor, hogyha tartalmat szeretnénk létrehozni, akkor regisztrálnunk kell. Egyéb esetekben nem feltétlenül szükséges. Itt a wakelet.com látható, és akkor, hogyha valaki csak egy megosztott tartalomhoz szeretne csatlakozni, akkor itt fönt látható ez az Enter kód menüpont, amelyről később még lesz szó. Hogyha tanárként használjuk, akkor feltétlenül érdemes regisztrálni. Ez a Sign Up gomb megfelelő erre, vagy itt lent ez a zöld. És ahogyan látjuk, többféle módon, négyféle módon is lehet csatlakozni. Használhatjuk a Google azonosítót, használhatjuk a Microsoft azonosítónkat, esetleg Facebookkal, vagy saját e-mail címmel is lehet regisztrálni. Abban az esetben, hogyha hosszabb távon is szeretnénk használni a Wakeletet, akkor érdemes egy kiegészítőt is telepíteni, valamint jó tudni, hogy a Wakelethez létezik mobil applikáció, iOS-re is, Androidra is, tehát tableten és mobilon is lehet használni a Wakeletet. A szerkesztés egyszerűbb nagyobb képernyőn, de a megtekintés, lejátszás az kényelmesen működik mobil alkalmazáson keresztül is. Hogyha a linkek gyűjtését szeretnénk kényelmesebbé tenni, akkor mindenképp ajánlatos a Wakelet kiegészítő beszerzése. Firefox esetén a kiegészítőket itt a jobb oldalon a kiegészítők néven lehet megtalálni, vagy a Ctrl-Shift a billentyű megnyomásával. Ekkor egy ilyen oldalra érkezünk, ahol különböző ajánlatok vannak, de ha a keresőbe beírjuk azt, hogy Wakelet, akkor rá fog találni a kívánt kiegészítőre, itt található, és rákattintunk, akkor látjuk, hogy miről van szó, egy rövid leírást kapunk hozzá. Ezen a böngészőn már telepítve van, tehát így néz ki, amikor már telepítve van. Pontosabban a jobb felső sarokban ez a kék színű W jelzi, hogy ez a kiegészítő már él. Ugyanez az Edge böngészőn is működik, csak az Edge böngésző esetében, hogyha megnézzük a menüt, bővítménynek hívják ezt a dolgot, amit mi szeretnénk itt telepíteni. Azonban itt nem úgy működik, mint az előbbi esetben. Itt a Microsoft Store-t kell segítségül hívni, tehát ezt az alkalmazás áruházat, és ha itt beírjuk a keresőbe azt, hogy Wakelet, akkor itt megtaláljuk ezt a kiegészítőt. A beszerzés gombbal indítjuk el a folyamatot, és a böngészőben meg is jelenik a Wakelet bővítmény. Azt tudni kell, hogy a Wakelet bővítmény akkor aktív, amikor mi szeretnénk, tehát nem feltétlenül állandóan. Itt írja is az Edge, hogy a böngésző beállításainak védelme érdekében kikapcsolta a bővítményt, ezt aztán be lehet bármikor kapcsolni. Ugyanez Chrome esetében így néz ki, hogyha a Chrome-on telepítjük a Wakelet kiegészítőt,
amit itt egy kicsit bonyolultabban találunk meg, a további eszközöknél bővítmények címszó alatt találjuk. Akkor itt a már telepített bővítmény, ez itt megjelenik, és látható, hogy most ki van kapcsolva. Itt is látszik, meg abból is, hogy itt nincs, nem látható ez a W, ha itt ezt bekapcsolom. Amikor én ezzel szeretnék dolgozni, akkor ezt bekapcsoljuk, és itt megjelenik, és utána egy mozdulattal lehet a adott weboldalt elmenteni a gyűjteményünkbe, ezt majd később látni fogjuk. Amennyiben valaki regisztrál a weboldalon, akkor létrejött számára egy ilyen felület, egy ilyen kiinduló oldal, ahol a gyűjteményei helyet kapnak. Ez az én ilyen oldalam. Látszik, hogy már több gyűjteményem van. Aki most kezdi, annak itt ez a zöld pluszjellel jelölt hely van. Azt jelzi, hogy itt kezdheti el az új gyűjtemények létrehozását, ami nagyon egyszerű, és mindjárt meg fogjuk pontosabban nézni. Itt bal oldalon látszik, hogy nekem 48 gyűjteményem van jelenleg, és van 318 elmentett linkem, és ezen kívül kettő olyan gyűjteményben veszek részt, amelyet többen szerkeztünk. Nézzük meg konkrétan, hogy hogyan néz ki egy gyűjtemény, egyúttal nézzük meg, hogy tanári oldalról hogy néz ki a végletnek a használata. Ezt a Véglet tanár szemmel című gyűjteményt mutatom. Minden gyűjteménynek van egy címe, jelen pillanatban ez itt ez a Véglet tanár szemmel. Minden végletnek van egy borítóképe, egy ilyen felső kép, ami természetesen különlegesen választható, illetve saját kép is használható. Lehet használni háttérképet is, jelen esetben a példa kedvéért van egy háttérkép is, ami azonos a fedőképpel. És látszik rögtön, hogy ebben a gyűjteményben 20 valami található, és 69 megtekintése van. Ha valaki szeretné ezt velem most követni a saját böngészőjében, akkor érdemes megállítani a videót, és ezt a linket, amit itt jelzek, kimásolni, és akkor a böngészőben el fog indulni, és szabadon lehet kattingatni ebben a gyűjteményben, amit most itt meg fogok mutatni. Tehát nézzük meg, hogy milyen alkalmazási lehetőségek lehetnek. Ugye, mint hogy gyűjteményekről van szó, kiválóan alkalmas az eszköz arra, hogy mondjuk képtárakat vagy linkgyűjteményeket készítsünk. Ugye erre többféle megoldás is lehet, de általában nem a legcélszerűbb, hogyha egy olyan módon mutatunk mondjuk linkeket a diákoknak, hogy mondjuk egy szövegszerkesztőben felsoroljuk őket, egész más a tálalása egy ilyen helyen. Ráadásul olyan módon is lehet itt megosztani tartalmat, hogy a diákoknak ne kelljen regisztrált felhasználóknak lenniük. Ez életkortól függően fontos lehet, főleg a fiatalabb diákok esetében. Kiválóan alkalmas a véglet arra, hogy a tanulók itt összegyűjtsék a különböző munkáikat, egyfajta tanulói portfóliót létrehozva. Alkalmas arra is, hogy egy bizonyos sorrendben mutassunk különböző információkat vagy tartalmakat, ezáltal tehát egy digitális történetet összeállíthatunk vele. Alkalmas arra is, hogy a projekt eredményeket mutassa be egy diák vagy egy diák csoport. Ismeretes a kilépő cetli, amikor egy óra végén csak egy kérdésre kérünk választ, nagyon gyorsan lehet ezt is használni.
azzal, hogy megosztjuk az adott oldalt, az adott gyűjteményt, ahova később a gyerekek beírhatnak válaszokat. Alkalmas arra is, hogy egy hírlevélt állítsunk össze, avagy közös gyűjteményt készítsünk a diákokkal, útmutatót készíthetünk, vagy szülőknek szóló információt nagyon szépen, látványosan és egyszerűen lehet tálalni. Tableten, mobiltelefonon is megtekinthető, könnyű a megosztás is, és természetesen egyfajta bemutatót is lehet ilyen módon tartani. Tehát ez egy olyan összeállítási lehetőség, ami nagyon egyszerű, ingyenes, sokféle eszköz által segített módon jön létre. Íme néhány példa gyűjteményekre, ezek maguk véglett gyűjtemények, itt látszik is alul, hogy erről van szó, tehát ez például egy példa véglett gyűjteményre, egy képgyűjteményre, ez az idei londoni becsón készült fotóimból egy összeállítás. Ugye egyszerűen csak a fotókat egy mozdulattal ide föl lehet tölteni. Nincsen korlátozás, méretkorlátozás egyébként, hogy mit tölthetünk föl. Ha visszamegyek, akkor íme egy példa linkgyűjteményre. Látszik, hogy többféle elrendezési mód is lehet, nem csak ilyen lineáris elrendezés, hanem ilyen kicsit ilyen újságszerű, ilyen hasábos elrendezés is megoldható. Itt projektek érhetők el, amelyek az elmúlt években sikeresek voltak, és amelyeknek nyoma van az interneten, tehát a linkjeit lehetett használni, vagy be lehetett szerezni, így megosztható másokkal is. És még egy harmadik példa is van, sőt egy negyedik is. Egy folyamat leírására is mutatok egy példát. Ez egy projektötlet a digitális témahétre, mégpedig a digitális munkarend idején. Látszik, hogy szöveget is lehet, nem csak linkeket és képet. Itt az összefoglalás található, majd jönnek a célok, ezt követik az eredmények, tevékenységek, értékelés, itt a technológia, ezen belül pedig ezek mind hiperlinkek, tehát bele lehet tenni külön a szövegbe linkeket is, mint ahogy ez a Canva például egy link, valamint további linkgyűjteményeket, további véglegyűjteményeket is lehet használni. Jelen esetben itt egy online filmklubról van szó, amikor a gyerekek választanak ki jelenleg online elérhető, ingyenesen elérhető filmek közül néhányat, és a csapatok ehhez készítenek plakátot, filmajánlót, majd miután mindenki egyénileg megnézi a filmet, utána megbeszélik, és akár egy közös kvízt is készítenek, amelyel kiderül, hogy ki nézte figyelmesen az adott filmet, hát itt ennek az elemei láthatók, és valóban projekt minden tekintetben. Aztán egy másik példa linkgyűjteményre, illetve videógyűjteményre, talán sokan ismerik a Világos professzor sorozatot, ami Egri Eszterházy Károly Egyetem állított össze Dolágsali Róbert és Rázsi András közreműködésével. Hogyha nem szeretnénk a gyerekeket arra kérni, hogy a YouTube-on böngészgessenek, mert mondjuk fókuszálni kell a lényegre, akkor így összeállíthatjuk ezeket a videókat egy gyűjteményben, illetve ebben az esetben az indokolja a gyűjtést, hogy ezek csak a kémiai témájú
videói világos professzornak, mert van másféle is, a fizika is, meg biológia is, úgyhogy ez így ilyen válogatása. Itt is látszik fölül, hogy ez 11 ilyen elemet, videót tartalmaz, vagyis 10 videót és ezt a szöveges bevezetőt, és látszik, hogy pont 400 megtekintése van ennek az oldalnak. Ez volt tehát példa arra, hogy hogy néz ki egy véglet gyűjtemény. Most nézzük meg, hogy hogyan lehet mások gyűjteményei között keresni, vagy akár hogyan lehet olyan felhasználókat találni, akiknek jó gyűjteményei szoktak lenni. Itt fönt a Home gombot választjuk, és látszik, hogy kétféle keresés is rendelkezésre áll most. Ez a felső, ez a saját gyűjteményeinkben tud keresni, és itt fönt a nagyító gombbal hívjuk elő azt a gyűjtemény rendszert, vagy azt a keresési lehetőséget, amely a világ összes publikus végletje között tud keresni. Most beírom azt, hogy matematika angolul, mivel angolul egy kicsit több gyűjtemény van, és akkor látszik, hogy érkeznek itten a találatok. Nagyon fontos megnézni, hogy egy gyűjteménynek ugye a címe mellett ott látható, hogy hány darab elemet tartalmaz, tehát ez például 14-et, ez pedig 0-át, és látszik a szerző neve is, tehát például, hogyha olyan gyűjteményt keresünk, ami jó sok információt tartalmaz, akkor bizony ne a kis számokat keressük, illetve nézzük meg a leírást, vagy a környezetet, hogy az nekünk mennyire illeszkedik a keresési célunkhoz. Jelen esetben mondjuk válasszuk ki az egyiket ezek közül, mondjuk ezt választom, amely kifejezetten weboldalakat sorol föl, matematikával kapcsolatosakat. Na most, hogyha ez a gyűjtemény nekem szimpatikus, akkor ezzel a Save gombbal tudom elmenteni. Ezt érdemes mindenkinek kipróbálni, hogy a böngészőbe szépen beírja a kereső kifejezést. Tehát mondjuk ezt a gyűjteményt én elmentettem, továbbá még tehetem azt, hogy a share gomb segítségével én ezt megoszthatom másokkal, és akkor itt nézzünk rá egy kicsit a megosztási lehetőségekre. Ugye alapból kapunk egy URL-t, egy webcímet, amit ezzel a zöld gombbal ki is lehet másolni, de itt még ezen kívül még 7 féle megosztási lehetőség van. Az egyik, ez a QR kód. Ha valakinek van kedve, akkor ki is próbálhatja, állítsa meg a videót, és a mobiljával olvassa be ezt a QR kódot, amit ilyen nagyban megjelent, és bár kicsiben is működik, és akkor el fog jutni ehhez a gyűjteményhez, anélkül, hogy egyébként ő regisztrált felhasználója lenne a végletnek, de a véglet applikációra azért szükség van. Visszatérek ide, megosztható Facebookon keresztül, ami, hát, hogy mondjam, oktatási szempontból nem a legideálisabb médium, megosztható még Twitteren, és megosztható például Redditen vagy Remindon, de ami sokkal fontosabb, hogy itt ez a zöld ikon, ez a Google tantermet jelenti, tehát a Google Classroom-ban is meg lehet ezt osztani, és ez a lilás ikon pedig a Microsoft Teams-et jelenti, tehát Teams-ben is meg lehet osztani egy gyűjteményt. Akár sajátunk, akár nem a sajátunk, jelen esetben nem a sajátunk.
Nézzük meg még, mit lehet tenni. Itt fönt van ez a három pont, beágyazható, PDF-be exportálható, vagy ha kifogásolni való van, akkor jelenthető a gyűjtemény. Valamint, hogyha szimpatikus nekünk a szerző, akkor ezzel a follow gombbal lehet őt követni. Visszamegyek egy kicsit, és keresek valami mást. Én most süteményre próbálok keresni, tehát beírom azt, hogy brownies. Lehet látni, hogy nem is kell Enter-t ütni, azonnal keres. Ezek a brownie-val kapcsolatos gyűjtemények vannak itt. Mondjuk ez az első, ez mondjuk tetszik nekem, és ezt elmentem. És hogyha szeretném az illetőt követni, akkor ezt a follow gombot kell használni. Hogyha embereket szeretnénk követni, akkor itt fönn a people gombot kell kiválasztani, és beírni a kereső kifejezést. Hát, hogyha valaki mondjuk az én gyűjteményeimre kíváncsi, akkor beírja, hogy Attila, és akkor itt a sok Attila között itt mondjuk látható, tehát Attila Fozó 102 a felhasználói nevem, és itt ez a kis matróz jelzi, hogy én véglet nagykövet vagyok, ebből könnyen meg lehet itt találni a listában. Ezen kívül magyarul is lehet próbálkozni a gyűjtemények keresésével. Attilával kapcsolatos gyűjtemények jelentek meg. Ha beírom azt, hogy irodalom, akkor bizony látszik, hogy már vannak irodalommal kapcsolatos gyűjtemények, vannak, amelyekben még kevés link van, és vannak, amelyekben több is van. Én most ezt a Molière a Fösvény című gyűjteményt szeretném megmutatni, amelynek a szerzője Kotthent Erzsébet, és látjátok, hogy a following felirat zölden mutatkozik, ez azt jelenti, hogy én őt már követem, tehát őt hasznos tartalomként tartom számon, és itt látszik, hogy a gyűjteménye több linket is tartalmaz. Most ennek a gyűjteménynek a kapcsán szeretném megmutatni, hogy hogyan lehet ezt a gyűjteményt érdekesen megtekinteni. Kétféle érdekes olvasási mód van. Az egyik, hogyha egy link fölé megyünk, akkor látszik ez a béta felirat, ez a kis könyvecske. Na, erre rákattintok, akkor úgynevezett read módba kerülök. Ez azt jelenti, hogy a véglet kinyeri az adott oldalból a szöveget, és akkor az oldalnak mindenféle körítése nélkül tudjuk a szöveget nézni, vagyis sokkal fontosabb, hogy a diákok tudják ezt nézni. Ha az eredeti weboldalra van szükség, akkor itt van ez a Visit Original gomb, akkor ezt meg lehet kísérelni. De hogyha az a fontos, hogy bizonyos szövegekre koncentráljunk, akkor ez könnyedén megtehető ezzel az úgynevezett read móddal. Még egy másik fontos funkció is van, ez pedig úgy hívják, hogy immersive reader. Ez azok számára érdekes, akiknek valamilyen ok miatt nehézséget okoz a szöveget látni, és ezért ez az immersive reader így feldarabolja a szöveget, egy kicsit megnöveli a távolságokat, és megnöveli a sorok közötti távolságot is, és a betűk közötti távolságot is, de ennél sokkal érdekesebb, hogy rá lehet kattintani egy adott részre, és fel lehet olvasni egy adott szót. Jó módú.
kárpitos. Nem tökéletes, de azért elég jól megy, és hogyha itt alul lejátszás gombot választjuk. Kárpitos volt, aki egyik bátyjától örökölte az udvari szállító címet, és azt idővel Jean Baptistára testálta, mint hat fia közül a legidősebbre. Bizonyára angolul ez jobban működik, de magyarul is jól használható. Nézzük meg, hogyan kell saját végletgyűjteményt készíteni. Elsőként kattintsunk erre a Create a New Collection gombra, erre a plusz jelre, és akkor egy üres gyűjteményt kapunk. Adjunk neki címet, most én azt a címet adom neki, hogy sütemények. Ugye itt kattintunk a felső részen ahhoz, hogy kapjunk egy képet, egy ilyen címképet, címlapképet, vagy fedőképet, és ehhez saját képet feltölthetünk természetesen. Én most az ő gyűjteményüket szeretném használni, és mondjuk szeretném, ha mondjuk muffin lenne a borítóképemen, és akkor választok egyet ezek közül, mondjuk legyen ez. Íme itt van a borítókép. A borítóképnek ez az eredeti mérete, ezen lehet változtatni, úgy, hogyha itt a full cover image-nél lefelé kattintunk, és mondjuk a felét kérjük, akkor sokkal kisebb lesz. A gyűjteménynek lehet alcíme, például azt, hogy finom sütik, mondjuk így. A jobb oldalon fönt rögtön látszik, hogy a változásokat automatikusan menti a rendszer, tehát az úgynevezett autosave funkció működik, nem szükséges állandóan a mentés gombra kattintani. Ha szeretnénk egy háttérképet is tenni, tehát ide a szürke részekre, akkor itt bal oldalon ez az Add a Background Image áll rendelkezésre. Itt is feltölthetünk saját képet, és itt is használhatjuk az ő gyűjteményüket. Most itt azt írtam be, hogy cookie, és hát itt egy csomó érdekes süteményféleség közül, mondjuk én ezt a emberkét választom. Olyan, amilyen, de hát hogy itt van ez a plusz jel, erre rákattintunk, itt rögtön látszik, hogy mik a lehetőségeink. Az első lehetőségünk az, hogy egy URL-t, egy linket illeszünk ide be egy egyetlen kattintással. Utána jön az, hogy egy szöveget írhatunk, YouTube videót, egy Twitter bejegyzést, egy már meglevő könyvjelzőnket használhatjuk, betölthetünk saját képet, saját PDF-et, és ami nagyon fontos, hogy a Google Drive-val és a OneDrive-val is összekapcsolható, tehát a saját tárhelyünkről hívhatunk be tartalmat. Most én kezdem a szöveggel. A szöveg itt érdekes receptek lesznek. Mondjuk itt formázás is lehet, tehát mondjuk kijelölöm azt, hogy érdekes, és férkövérré változtatom. Lehet dőlt, aláhúzott, és a H1, H2 pedig betűméreteket jelent, tehát hogyha mondjuk a H2 az a kicsit nagyobb méret lesz. Használhatjuk a felsorolást, és beépíthetünk linket. Ha a Done gombot megnyomom, akkor ilyen lesz a végeredmény, ez az első eleme a gyűjteménynek, már van benne egy elem, ami egy szöveg. Megint nyomom a plusz jelet, és ha most szeretnék egy
linket választani, akkor például itt előkészítettem egy YouTube videót sajtos róló témában. Elszedjük a linket, ugye itt található, a megosztás gombbal hívtam elő, visszajövünk, és ide beillesztjük egy mozdulattal, és akkor ide kerül a YouTube videó. Amennyiben a véglet meg tudja oldani, hogy képet is hozzon a linkről, akkor ezt megteszi. YouTube videók esetén ez nem szokott probléma lenni, bizonyos oldalaknál viszont lehet, hogy nem jön le kép. Ezért mutatom, hogy minden egyes bejegyzés szerkeszthető ezzel a kis ceruzával, tehát például, hogyha ezt a címet meg akarom változtatni, például azt mondom, hogy egyszerű sajtos róló készítése elég, nem kell a házilag, ezt innen kitörlöm, hogyha ezt a szöveget nem akarom használni, hanem csak azt írom, hogy érdekes recept, akkor ugye mindjárt testre szabtam, és a saját igényeim szerint tálaltam ezt a linket. A Done gombbal tudom véglegesíteni, illetve az Edit Image-el készíthetek, saját képet is tölthetek fel, vagy használhatom az itteni gyűjteményt, a véglet gyűjteményt. Ezt most nem szeretném megtenni. Na most ezen kívül betehetünk még egyebet is. Például, ahogyan már volt szó róla, lehet saját elmentett könyvjelzőből is dolgozni. Ugye korábban elmentettem a Brownie gyűjtemények közül egyet, itt található, ezzel a plusszal én hozzá is tudom adni ezt rögtön a gyűjteményemhez, amelynek így már három eleme lett. Ugye a mentés megoldott, tehát nem kell külön ezzel foglalkoznom. No, akkor ezt a három elemet először is, hogyha így vannak, akkor sorba is tudom rendezni, tehát ha például azt szeretném, hogyha ez a Brownie gyűjtemény egyel följebb legyen, akkor rámegyek az egérrel, és itt ezt a felfelé gombot kell nyomni, és akkor ez megtörténik. Ha a sajtos rólót mondjuk a tetejére szeretném, akkor ezt a gombot kell használni, és akkor így ide kerül. Persze ez nem logikus, hogyha a szöveggel kezdtem, úgyhogy a szöveget teszem vissza a tetejére. A másik rendezési mód az a bal felső részen található, ez a Change Layout. Ezzel tudom változtatni a stílusát az egész gyűjteménynek. Most az úgynevezett Media View-ba vagyok. Lehet ezt egy kicsit ilyen kompaktabb módra átalakítani, akkor ilyen kicsi lesz minden. Lehet használni ezt a rácsos elrendezést, ugye most páratlan számú eleme van a gyűjteménynek, tehát ezért így néz ki, és lehet ez a moodboard elnevezés, amikor ilyen teljes képernyős lesz, egy ilyen kicsit ilyen vegyesebb kinézet. Hogyha fontos nekünk a sorrend, ha fontos nekünk az, hogy mi miután következik, akkor természetesen nem ezt kell választani, hanem a legelsőt, mert akkor megtartja látványban is a kívánt sorrendet. Tehát van egy ilyen gyűjteményünk, ez a sütemények. Most a Done gombbal visszamegyek ide ennek a látvány részéhez, tehát amikor nem szerkesztés módban vagyok, és szeretnék megmutatni egy olyan lehetőséget, hogy hogyan kell használni a beépített véglet bővítményt itt a böngészőben. Van itt egy oldal, amelynek az a címe, hogy fahéjas csigák. Mondjuk, hogy ezt szeretném én a gyűjteményembe betenni, tehát böngészés közben éppen találok valamit, és szeretném hozzáadni azt a
már meglevő végletgyűjteményhez, fontos, hogy már meg kell lennie a gyűjteménynek, akkor itt van ez a kék színű dupla V-gomb, rákattintok, ő jelzi, hogy ezt a gyűjteményt csak úgy tudja majd bővíteni, hogy újra töltjük ezt a fahéjas sikák oldalt, kattintok. Ugye újra töltődött, és mindenféle dolog jött. Majd megint megnyomom ezt a véklet gombot, és akkor a véklet megkeresi, hogy nekem milyen gyűjteményeim vannak tulajdonképpen, mihez szeretném én ezt hozzáadni. Itt látszik, hogy megjelennek az én előbb is látott gyűjteményeim, köztük a most létrehozott sütemények is. Egy szév, és ez az elem, ez a fahéjas csigák oldal bizony bekerült a gyűjteményembe. Ugye ez még ugye nem látszik, tehát itt ezt frissítenem kell ahhoz, hogy kiderüljön, hogy ott van, és íme ott van első helyen a fahéjas csigák. Ha ezt most szerkeszteni szeretném, már pedig szeretném, akkor az Edit Collection-re kell kattintani, és itt van ugye a fahéjas sigák. Az előbb látott módon fölé megyek, ugye a Edittel tudom, a ceruzával tudom a szöveget változtatni, mondjuk kitörnöm addig, hogy fahéjas sigák, és azt mondom done, valamint ugye a sorrendjén is változtatnom kell, egyel lejjebb fogom ezt így hozni, és akkor mindjárt rendben vagyunk. Nézzük meg, hogy még mit kell tennünk a gyűjteménnyel, hogyha végeztünk. Az egyik dolog az, hogy változtathatunk a gyűjteményünknek a kinézetén később is, változtathatunk a tartalmán, de változtathatunk azon, hogy kinézheti meg ezt a gyűjteményt. Ha elkészült a gyűjtemény, az első véklet gyűjtemény, akkor nézzük meg, hogy mi mindent lehet vele még tenni. Itt fölül találhatók a különböző opciók. Az első opció ez a Contributors, ami azt jelenti, hogy bizony közreműködőket hívhatunk meg ehhez a gyűjteményhez. Ezt egy kicsit később szeretném megmutatni. Aztán itt van a share, a megosztás gomb, ezt már ismerjük. Itt van alapból egy ilyen úgynevezett rövidített linkje ennek a gyűjteménynek. Ha valaki szeretné ezt a gyűjteményt most megnézni, akkor állítsa meg a videót, és ezt az URL-t kell beírni a böngészőjébe. Itt fölül pedig itt vannak a lehetőségek a megosztásra, valamint a QR kód is. Ez a megosztási lehetőségek közül a legfontosabbak a Google Tanterem és a Microsoft Teams-be való megosztási lehetőség, legalábbis oktatási szempontból. A copy gomb azt jelenti, hogy az adott gyűjteményről egy másolatot készíthetünk. Erre akkor van szükség, hogyha több tanulócsoportnak mondjuk hasonló, de egy kicsit eltérő gyűjteményt szeretnénk kínálni, és a nagy része mondjuk hasonló, és nem szükséges újra építeni az egész gyűjteményt, hogyha egy másolatot készítünk. Itt a három pont mögött többféle lehetőség is van. Az első ez az embed, ez a beágyazási lehetőséget jelenti. Ez azt jelenti, hogy ez a gyűjtemény beágyazható, beépíthető egy már létező weboldalba, egy honlapon, valamint egy blogba is beágyazható, tehát itt kiválaszthatjuk, hogy hogy nézzen ki az adott gyűjtemény, választhatjuk ezt a nézetet, ami most látszik, választható ez a rácsos megoldás, és választható egy ilyen vízszintes megoldás is, abban az, hogyha egy ilyen helyünk van az adott weboldalon. Ezen kívül kikapcsolhatjuk például a borítóképet, hogyha erre van szükség,
és egyebeket is ki lehet itt kapcsolni, leírást például, vagy a címet, valamint beállíthatjuk, hogy milyen szélességű legyen ez a beágyazás. Itt alul ezt a kódot kell kimásolni és betenni az oldal forrásába. Ezen kívül lehetőségünk van PDF exportra, ha erre nagy szükségünk van. A Notify azt jelenti, hogy ha valakivel együtt dolgoztunk, akkor a tűnően hivatkozhatunk rá, és jelölhetjük, hogy idéztünk tőle. Az Analytics pedig azt mutatja meg, hogy mi történt ezzel a gyűjteménnyel a korábbiakban, ezzel még most semmi, úgyhogy így nem látszik semmi. És a Change Visibility pedig azt jelenti, hogy még mindig változtathatunk azon, hogy nyilvános, nem listázott, vagy privát a gyűjteményünk. Ezen én most nem szeretnék változtatni. Ami viszont érdekes, az az, hogy hogyan lehet másokkal megosztani ezt a gyűjteményt, és hogyan lehet megkérni másokat arra, hogy ők is hozzájáruljanak ehhez a gyűjteményhez. Például itt a Contributors gombbal több megoldás is rendelkezésünkre áll. Az egyik megoldás az, hogy az itt található linket használjuk, megint csak, ha valaki szeretné kipróbálni, akkor ezt a linket kell használni. Az is lehet, hogy ezt a QR kódot osztjuk meg, de amit én meg fogok mutatni, az az, hogy a copy kóddal ezt a kódot fogom én használni, tehát mondjuk diákokkal szeretném megosztani, a diákoknak csak ezt az egy kódot kell megmondani, és akkor a diák mondjuk ebben a böngészőben fog dolgozni, és itt az Enter kódot kell használnia, és az Enter kód megnyomása után be kell illesztenie azt a kódot, amit kapott a tanártól, és ezt követően ő be a gyűjteménybe bele fog kerülni. Ezt a lépést még meg kell tennie, hogy meg kell adnia, hogy ő kicsoda, beír egy keresztnevet mondjuk, akkor meg fog jelenni ez a süteményes oldal. Jelzi neki a rendszer, hogy ő most egy másik ember gyűjteményéhez adhat hozzá tartalmat. Itt azt mondjuk, hogy oké, okay, és íme itt van a gyűjtemény, amihez ugye az Edit Collection-nel lehet hozzáférni. Látszik, hogy nem szükséges itt az, hogy regisztrált legyen a diák. Itt látszik is, hogy nincsen belépve, de ha valaki regisztrált módon használja, akkor nem kell megadni a nevét, hanem a regisztrációnál megadott néven fog megjelenni. Megnyomom ezt, hogy Edit Collection, és akkor én most hozzáadhatok ehhez tartalmat. Ugyanúgy működik, mint az előbbiekben, tehát rákattintok erre, hogy plusz, és akkor itt meg lehet adni különböző dolgokat. Például én itt már előkészítettem egy receptes linket, azt ide bemásolom, és rögtön meg fog itt jelenni. Ugye ez oda kerül a többiek mellé. Ugyanúgy van módom szerkeszteni, ha akarom, a képet is, és a szöveget is. Ezt most én nem szeretném. Szeretnék viszont megmutatni egy másik dolgot, mégpedig azt, hogy ez nem úgy működik, mondjuk, mint hogyha a Google dokumentumokban dolgozna 20 diák egyszerre, és mindent látnánk azonnal. Tehát itt ezt nem annyira szinkron, mint inkább aszinkron munkára ajánlanám. Most, ha visszamegyünk arra, hogy néz ki a gyűjteményünk, tehát most visszamentem az eredeti gyűjteménybe, akkor látszik, hogy még itt nem tűnik föl az újonnan hozzáadott tartalom, csak akkor, hogyha megnyitom a szerkesztést, akkor újra kéri
a véglet, hogy hogy is van ez a gyűjtemény, és íme ez a zöldfűszeres túrós fonat nevű sütemény, ez itt megjelent. Amin aztán én változtathatok, tehát lejjebb tehetem meg minden ehhez hasonló. Most visszajöttem erre a diák módba. Mutatom, hogy ha a hozzáadás gombot használjuk, akkor a többihez hasonló módon hozzáadhatok szöveget, képet, PDF-et, a Google Drive-ról vagy OneDrive-ról is tehetek föl tartalmat, csak akkor azokba be kell lépnem. Flipgrid videót is készíthetek, vagyis hozzáadhatok, ha van nekem ilyen, de ami a legérdekesebb és a legújabb újdonsága a végletnek, az a Create Collection, ami azt jelenti, hogy én, mint hozzájáruló közreműködő, egy algyűjteményt adhatok hozzá ehhez a süteménygyűjteményhez. Tehát például azt mondom, hogy legyen ez a sajtos sütik nevű algyűjtemény, és itt kattintok egy borítóképért, és azt írom be ide a keresőbe, hogy cheese. Lássuk, van a sajt, hát van, és akkor választok egy sajtot, és már meg is jelentek itt a sajtok. Create gombra kattintottam, és ezáltal létrejött egy algyűjtemény, ami most jelzi is a képernyőn, ami még üres, tehát tennem kell bele valamit. Rákattintok az Edit Connection-re, és kinyílik nekem az a szerkesztő, ami azok számára is rendelkezésre áll, akik regisztrált felhasználók, lecsökkentem a méretét, tehát én most egy közreműködőként nem regisztráltan is tudok gyűjteményt létrehozni. Itt kattintok a pluszjelre, és hát tegyünk be valamit. Itt én már előkészítettem egy YouTube videót, egy a már előbb látott zöldfűszeres túrós vonatnak a videóját, megosztás, másolom ezt a linket, és akkor ide beteszem ezt a videót. Tehát létrehoztam egy algyűjteményt. Na most vigyázat, van előnye és hátránya is ennek. Az előnye az, hogy a gyerekek regisztráció nélkül nyugodtan hozzájárulhatnak a főgyűjteményhez, ilyen algyűjteményekkel, saját gyűjtésekkel, de később ezeket a gyűjteményeket, ezeket az algyűjteményeket már nem tudják szerkeszteni, tehát ez egy ilyen munkamenetre szól tulajdonképpen. Ha ezt így lezárjuk, akkor és kilépünk, akkor ha visszalépünk, akkor ezt már nem tudjuk szerkeszteni. Tehát ez így marad majd a továbbiakban. Tehát azt mondom, hogy Dán, én mint külső résztvevő tulajdonképpen végeztem, visszamegyek az eredetibe, természetesen még az algyűjtemény nem látszik, mert nem kértem azt, hogy nézze meg, hogy mi újság van, tehát ez úgy maradt, ahogy volt eddig. A Done gombbal fogom ezt a változást kérni, és látszik, hogy megjelent az algyűjtemény, látszik, hogy ki készítette, az is látszik, hogy az előbbi link is itt elérhető, és ha erre rákattintok, erre a sajtos sütikre, akkor a diákom által létrehozott algyűjtemény, ami jelenleg egy elemű, ez nyílik meg, látszik, hogy nincs neki profilképe, látszik, hogy az a név jelenik meg, amit ő megadott. Ezt később osztani, használni, menteni lehet, de nem lehet újra szerkeszteni, ez arra az időszakra szól csupán. Ez egy nagyon kiváló lehetőség arra, hogy együtt dolgozzanak többen egy gyűjteményen. Most, hogyha megnézem, hogy kik voltak itt a
a résztvevők, akkor van egy ilyen, hogy Manage Contributors, és akkor látszik, hogy rajtam kívül még egy Attila nevű résztvevő is van, akit el is távolíthatok, ha akarok, ezzel a remove gombbal. Természetesen, ha többen vannak, akkor ezek itt felsorolva megtekinthetők. Nézzük meg, hogy még milyen funkciók vannak a végletben. A nyitó oldalunkon, a home oldalunkon ugye megjelennek a gyűjteményeink, megjelenik az, hogy mi hány felhasználót követünk, minket hány felhasználó követ. Ha nem tudjuk pontosan mi az azonosítónk, akkor itt található, általában egy számot tesznek a felhasználó név után, és itt található, hogy hány gyűjteményünk van, hány könyvjelzőt mentettünk el, és hány olyan gyűjtemény van, amiben közreműködés van, vagy mi vagyunk közreműködők, vagy velünk működnek közre. Itt fönt a jobb felső sarokban azonban vannak még egyéb érdekességek. Az első, az egyik érdekesség is fontos is, a csöngő. Erre a kis harangra rákattintva találjuk meg, hogy mik a legújabb frissítések, bővítések a végletben, mik az új funkciók. Látszik, hogy most éppen a legújabb funkció az, hogy algyűjteményeket adhatnak hozzá a közreműködők egy már meglevő gyűjteményhez, mégpedig úgy, hogy nem szükséges nekik regisztráltaknak lenniük. És itt van a többi is, a korábbiak. A showcase oldalon a véglet összegyűjt fontos gyűjteményeket, jelenleg például olyanokat, amelyek a digitális munkarendhez, az otthoni tanuláshoz hasznos tartalmak. Ezen kívül van egy Surf iskola, Surf School nevű oldal, ahol az éppen érdekes új tartalmakat osztják meg egymással. Itt például diákok által létrehozott tartalmak is vannak, mert nem csak felnőtt véglet nagykövetek, hanem diák nagykövetek is vannak. Időről időre érdemes követni a Twitteren a végletet, időről időre ilyen véglet hullámok vannak, amikor új tartalmak, webináriumok és új bejelentések, például az új nagykövetek bejelentései történnek meg. Ezen kívül van lehetőségünk arra, hogy a saját publikus oldalunkat is szerkesszük, vagy megtekintsük. Ez a View Public Profile menüpont, itt a három pontnál. Itt látszik, hogy ez az, amit egy felhasználó rólunk lát, a mi nyitó oldalunkat így tekintheti meg, vagy így látja. Ennek van egy ilyen borítóképe, nálam ez a nagyköveti grafika, van profilkép, név, természetesen leírás. Az Edit Profile gombbal lehet ezeket szerkeszteni, ha szeretnénk. Ugye a leírás az egyértelmű, és itt alul viszont a gyűjteményeknél lehet látni, hogy ilyen kis fejezetekre, csoportokra vannak osztva a gyűjtemények, és ezeknek a fejezeteknek a címei itt bal oldalon ebben a dobozban találhatók. Hogyha szeretnénk hozzáadni valami újat, akkor itt van ez az Add a New Section, és akkor például beírhatom oda, hogy sütik az előbbi példához kapcsolódóan, és akkor ez itt meg fog jelenni, és hogyha vannak gyűjteményeim ezzel kapcsolatban, akkor ezt ide lehet tenni. Nézzük meg, hogy hogyan. Hát ugye minden be van már itten sorolva. A legalján találhatók azok a gyűjtemények, amelyek még nincsenek besorolva. Tehát ez a sütemények, a podcast, meg ez a molekulás. Hogyha rámegyek a süteményre, akkor itt látszik, hogy a kategória nélküli csoportban van,
ezt itt legördítem, és itt van a sütik, rákattintok, és el fog tűnni, és nem tűnik el teljesen, mert itt van fönt ebben a kategóriában meg is jelent. Hogyha én ezen szeretnék változtatni, akár a sorrenden, akár pedig azt is megtehetem, hogy átnevezem, vagy azt is megtehetem, hogy kitörnöm az adott kategóriát, ezt mind megtehetem és szerkeszthetem. A mentés gombbal tudom ezt jóvá hagyni. És még egy apróság, itt a három pontnál van a beállítás is, a settings, ami tulajdonképpen egy szempontból érdekes, hogy az apps menüpontban, sok szempontból érdekes, de most egyet mutatnék meg kiemelten, hogy például Chrome böngésző alatt össze lehet kapcsolni a véglet azonosítónkat a Screencastify nevű bővítménnyel. Itt látszik, hogy nekem már ez össze is van kapcsolódva. Itt fölül a W mellett meg is jelenik a Screencastify-nak a kis jele. Ez azért érdekes csupán, hogy egy mozdulattal innen indítva fölvehetünk maximum 5 perces képernyő videókat is, és azt is betehetjük egy gyűjteménybe, ami egyébként így néz ki, ebben fizikai kísérletekbe tettem be egy ilyet, tehát így néz ki, a Google Drive-ra tárolja, és onnan lehet így szépen megosztani. Tehát ezzel egy olyan eszközt láthatunk, ami nagyon könnyen, gyorsan megtanulható, és akár már holnaptól használható a tanórákon.